28. alkalommal rendezték meg Galga Hévíz legnagyobb rendezvényét, a falu ünnepet 2016. július 8-a és 10-e között. A csaknem háromnapos eseményt péntek este a főút és a Dózsa-György út kereszteződésénél az egy évvel ezelőtt átadott pihenőparkban nyitották meg. A műsorban a magyar és a testvértelepülések delegációinak tiszteletére elhangzott lengyel, valamint székely himnusz után Darnyik Ágnes hagyományosan Zsoltár egy faluért című versével köszöntötte a megjelent vendégeket. Ezt követően sor került a Vilkovicével kötött új testvértelepülési szerződés ünnepélyes aláírására. Nem árulunk el újdonságot azzal, hogy a kapcsolattal mi már egy hónappal ezelőtt Vilkovicébe aláírtuk. Ezt a kapcsolatot itt szerettük volna most a 28. faluünnepünkön megismételni, és vendégül látni természetesen Vilkovicéből azokat a barátainkat, akiket 4 éve ismertünk meg, és 4 éve tartjuk azt a kapcsolatot, hogy megtudjuk egymásról kulturális és egyéb értelemben is, hogy hogyan élnek ők, hogyan élünk mi. Szeretnénk ezt a hagyományt ápolni, szeretnénk velük folyamatosan tartani azt a kapcsolatot, ami ebben a megállapodásban bent van, és nagy öröm számomra, hogy ezt itt Galga Hévízen ismételten megtehetem, aláírhatom önök előtt. Ten list intencyjny otworzy takie nowe ramy jeszcze szerszej współpracy, pozwoli nam ją jeszcze mocniej zacieśnić, ale także umożliwi nam pozyskiwanie środków zewnętrznych, czy to krajowych, czy to z Funduszu Wyszehradzkiego, czy funduszy europejskich. Tulajdonképpen a szerződésben semmi olyan nincs benne, ami eddig nem történt meg, csak keretek közé foglaltuk ezeket a dolgokat, olyan keretek közé, hogy a falvaink között, az országaink és Európán belül is használható legyen. Także cieszę się bardzo, że jesteśmy z wami i teraz chyba nastąpi ten najważniejszy moment podpisania tego listu. Még egyszer nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és akkor most jön a legfontosabb pillanat, az aláírás. Megtisztelte jelenlétével a rendezvény ünnepélyes megnyitóját dr. Tarnai Rihárd Pest megyei kormány megbízott is. Azt gondolom, hogy ha egy közösség egy részének, mondjuk a nyugdíjas egyesületnek az életében a 30. életév bekövetkezik, vagy pedig a pávakör életében a 25. év elérkezik, akkor ez azt jelenti, hogy az a közösség, illetőleg annak a közösségnek egyes részei abszolút életképesek, vannak elképzeléseik, vannak olyan vágyaik, amit szeretnének megvalósítani, és függetlenül attól, hogy ki mit gondol erről, kinek milyen gondolatai vannak, ők maguk élik a saját életét, és ezáltal nem csak a saját maguk életét, hanem a településnek az életét is megvalósítják. A műsorban bemutatkoztak az új lengyel testvértelepülés képviselői. Elsőként a vilkovicei fúvós zenekar szórakoztatta a közönséget műsorával. Szabó Fanni lengyel mesét mondott el az ünnepségen, őt követően pedig a vilkovicei népi együttes lépett fel zenés-táncos hagyományőrző műsorával, melynek keretén belül a közönséget is megtáncoltatták.
A Honfoglalás című film feledhetetlen főcímdalát énekelték el a kisiglicék, majd a műsor végén a Csíkszeredai Roll zenekar adott koncertet a galgahévízi közönségnek. Az 1987-ben alapított székelyföldi magyar együttest az egyedi, igényes hangzásvilág jellemzi, amely a magyar irodalom, valamint a székely és csángó népi költészet remekeire építkezik, magába foglalva az ősi erdélyi tradíciókat, hagyományos dallamokat és a progresszív rockzene elemeit is. A műsor zárásaként a zenekar a régi székely himnuszként ismert Bartók dalt játszotta el. Vándorfecske, sebes szárnya, vándor legény, vándor bocsát, vándor székely, reménységét. Jézus áld meg Erdély földjét. Vándor fecske, hazatalál, édesanyja, fészkére száll. Hazajöttünk, megáldott a Csíksomlyói Szűz Mária. Szombaton kora reggel a megszokott programokkal folytatódott a galgahévízi falu ünnep. 6 órakor a Bikatónál elkezdődött a horgászverseny. Minden évben megszervezzük ezt az egynapos délelőtti horgászversenyt. Tegnap éjjel nem volt éjszakai horgászat, a többiek délutáni óráktól horgászatnak, itt pedig egy jó zsembori van. Vannak gyerekek, hölgyek, ifjak, felnőttek, 33 fő versenyzik ma itt. Mióta űzi ön ezt a hobbit, hogy horgászik? Több mint 50 éve. És milyen eredményeket sikerült már elérni ez alatt a hosszú idő alatt? Vegyes eredmények, ponyból 23-40, amurból 17 kiló, harcsából közel 100 kiló, süllőből másfél kiló. Vegyes eredmény. Merre jár ön versenyezni? Galgahévíz, Dányító, Maconka, vegyesen. Egy ilyen horgászverseny milyen előkészületeket igényel? Inkább lelki, mint fizikai. Tehát ugyanazt a csalit használom, ugyanazokat a botokat, finom szerelékezek most, féderbot. Tehát most nem nagyhalra megyek, inkább többre. Tehát most inkább a mennyiség, mint a nagyság. De hát ugye ártani nem ártana a nagyhal sem. 50 év alatt gyűjt az ember tapasztalatot arról, hogy melyik tónál hogyan érdemes horgászni, milyen technikával. Itt Galgahévízen mit lehet elmondani? Galgahévíz egy nagyon jól telepített tó. Folyamatos a telepítés. Inkább finom szerelékes, mint bojlis víz. Tehát inkább kukorica, csemege kukorica, áztatott kukorica. Nagyon szép amúr állományban, nagyon szép pontyállomány, éjszaka az erdő alja, nagyon szép harcsa, rablóhalas állomány, süllő harcsa. Ismerni kell a tavat. Felmentést kértünk a verseny idejére, annyit jelent, hogy mindenféle halat meg lehet fogni, méretkorlátozás nincs, minden hal egy pontot fog érni, és minden gram egy pontot fog érni. Ennek alapján a mérlegelés a parton történik, a nemes halakat mind vissza fogjuk helyezni a vízbe, mert ez egy elvárás. Mi a Natura 2000 környezetben vagyunk, ami annyit jelent, hogy ennek a tónak a területe benne van Magyarországon a Natura terület alapban. Próbáljuk menteni, próbáljuk védeni ezt a környezetet, erre vonatkozik a halra is. Halat mindenféleképpen élve, kíméletes bánásmóddal, pontmatrasz, fertőtlenítő használatával vissza akarjuk tenni. Vissza is fogjuk tenni, ezt le fogjuk ellenőrizni a mérlegelés alkalmával.
Egy ilyen kis összegű nevezési díjjal felnőttek 2000 forint, ifik 1500, gyerekek 1000 forinttal neveztek be. Ez az egész összeg, ami most itt a 33 embertől összejött a nap folyamán, befizetésre került, ez vissza lesz adva ajándékokba. Meg lehet majd nézni a halőrház előtt, az asztalra kiraktuk az ajándékokat. Itt most a nevezés után is a felnőtt 1-2-3, és van egy külön díj. A külön díjat a horgászbolt, a Macskaszem horgászbolt vezetője ajándékozta a legnagyobb halatfogónak. Mióta jársz horgászni? Hát én nagyon régóta kezdtem, és hát hogy mennyi éve, meg hogy mennyi idő óta, azt én nem tudom, de sok idő óta kezdtem. Miért szeretsz horgászni? Mert nagyon jó sport, és hát közel vagyok a vízhez. Ma milyen technikát alkalmazol, milyen csalival pecázol? Csontival és kukoricával, úszós bottal. Nekem ezek beváltak, ott látni is a nagy halakkal. Úgyhogy én ezeket is, nekem ezek mindig beválnak, a kukorica. És milyen nagy halakat fogtál már ma? Ma csak 2 pontyot, ilyen nagyobbakat. És mire számítasz ezen a versenyen, milyen eredményt szeretnél elérni? Hát jót szeretnék elérni, azt, hogy milyen leszek, azt nem tudom, mert hát rajtam kívül még sokan vannak. A Bikatónál egyébként a szezon többi napján is aktív horgász élet zajlik. Egész évben lehet horgászni nálunk, kiolvadás után januártól, ha az állami engedélyekkel rendelkeznek, területi engedélyekkel rendelkeznek, a horgász barátaink jöhetnek horgászni. Eltelt a fél év, a fél év után közel 50 mázsolat vittek már el. Jó az év, versenyek voltak, volt tagi horgásverseny, megtartottuk az idén a Galga Kupa nevű horgászversenyt, most a falunapi horgászversenyt. A pontirolom ideje alatt május hónapban éjszakai horgászatok nem voltak. Elindul az élet, egészen október végéig, minden hétvégén, péntek, szombaton van éjszakai horgászat, havonta telepíteni fogunk, működik a tó tökéletesen. Takarítjuk a tavat, rendbe tesszük, törődünk vele, keményen. A karbantartásaikat megcsináljuk, vízkezelés van, a második évben végzünk egy nagyon komoly vízkezelési munkát, ami annyit jelent, hogy a tóvíz minősége, oxigenellátása szempontjából a Gödöllői Egyetemnek az egyik szakemberével karöltve végezünk vízméréseket, vízellenőrzéseket és vízkezelést. A tónak állandó felügyelete van, ami azt jelenti, hogy itt 3 munkatársunk, aki a cégnél dolgozik, 24 órás szolgálatban van. Ez az egyik része a felügyeletnek, ugye a halőrzésének, illetve az egész környezet megóvása érdekében is mindig felügyeljük a dolgokat. Szakmailag, műszakilag pedig a második évben már egy kamerarendszert építettünk meg. Ezt hozta az élet, kellett. Nap mint nap látjuk a tó környékén. Eznek nem csak a horgászoknak az ellenőrzése, hanem maga a víz esetleg, hogyha történik valamilyen hal, vagy pusztulás van, akkor látjuk azt, hogy mi történik a tóba, vízbe, parton, környékén. Tehát 5 kamerával figyeljük a tavat, nézzük, és a kollégák jeleznek, hogyha ilyen van, akkor bemegyünk csónakkal, rendezzük a dolgokat, kihozzuk azt az állományt, ami esetleg elpusztult. Ez az egyik része a dolognak, a másik pedig valójában az, hogy igen, a horgász tisztességesen végezze a horgászatot, becsülettel horgászon, és ne kelljen ugye a kamera alapján bármilyenféle fajta szankciót hozni. Én azt tudom javasolni, hogy terjedjen el Magyarországon az, hogy mindenki sportból horgászon. Ne azt nézze, hogy 3500 forint a napi egy vagy 4, hanem az, hogy kellemes környezetben volt, kellemes emberekkel, faluhelyen meg főleg találkozik olyan emberekkel, akik nagyon jó partnerok a horgászatnál, és mind emberileg is nagyon rendesek. Mindenkinek azt ajánlom, hogy dobja vissza a halat, mert máskor is idejön, szeretné még egyszer kifogni, és minden olyan kövessen el a halak, hogy lassan vegye ki, ne sérüljön meg, gondoljunk arra, hogy ez egy állat, de végül is ez nekünk szeretetet ad, szórakozást ad, adjuk mi is vissza nekik azt az életet, amiben él, abba a közegbe, és ne vigyük haza a halakat. Szombaton délelőtt a Csemetekert óvodában ezúttal is vidám gyermekprogramokkal várták a kicsiket. A szombat délelőtt mindig az óvodái egy kreatív délelőtt.
Hát kint ott a József Attila utcába Gokartok tömege várja az érdeklődőket. Itt ugrálóvár, kreatív tevékenységek, arcfestés, lufi hajtogatás, ügyességi versenyek, ami újdonságként próbálunk az idén bevezetni. És pont most lett vége, a Salgótarjáni Kerekperec Egylet műsorát láthattuk, egy fantasztikus zenés, népi zenés mesefeldolgozás, a Furfangos Szakácsnő című előadást. A falalattaló! Az apró betűz! Teljes felmutató, TH, ott az a picike, tudod, amit... Na, olyan szakítja! Az mi a bajos magancsőnyben? Hogy? Van egy kerek erdő? Igen. A kerek erdő közepében van egy tisztás? Igen. A tisztás mellett van egy tó? Tó. A tó partján meg ott van három ló. Még rímelt is. No! Ezt a napot már előzetes készülődés előzte meg, ugyanis már hetekkel ezelőtt terveztük és szerveztük ezt a programot. Hát nagyon-nagyon nagy köszönet a kollégáimnak, óvónéniknek, dajkanéniknek, konyhásnéniknek és pedagógus asszisztensünknek. Ők minden évben lelkiismeretesen és önzetlenül oda teszik magukat tényleg ehhez a naphoz. És van a közösségi munkát végző tanulók, ők falunk szülöttei főképpen, akik ilyenkor besegítenek nekünk, és hogy könnyebb legyen ez a délelőtt, ilyen limonádiosztás, ebédeltetés és ennél. Milyen ebéddel várják a vendégeket? Most szintén újítottunk, ugyanis eddig még nem volt, de bolonyai lesz az ebéd. 2016 tavaszán végre sikerült egy nagyon nagy álmunkat megvalósítani. A Galga Hévis Csemeteker gyermekeiért alapítványt létrehoztuk és útjára indítottuk. És ebben nagyon nagy segítőnk és támogatónk volt dr. Barta Sándor ügyvéd. És az önkormányzat és a szülők adtak hozzá az alapító támogatáshoz összeget, és azon kívül a mai naphoz felújítottuk az új nyitott babaházunkat, amit a Turai Mészáros Fatelep felajánlásából a faárut onnan kaptuk, és az egyik dajkanénink, Mariska dajkanéni párja készítette el, valósította meg az álmunkat, és ő nagyon-nagyon sok mindent tesz itt az óvodánkban a karbantartásokért, és az, hogy a mai napra az udvar így néz ki, meg ez a környezet, ez nagyon nagy köszönet a kollégáimnak, akik tényleg mindent megtesznek azért, hogy szűkebb és tágabb környezetünk a lehetőségeinkhez mérten így nézzen ki. És minden évben a Maros épkertől pedig a homokozóba a homokot szintén felajánlásként kapjuk, úgyhogy szeretném itt is megköszönni ezt. A Götz tér már kora délután benépesült. A főzőversenyre ebben az évben 6 csapat nevezett, egyesületek, családi, baráti társaságok, akiknek idén tradicionális galgamenti főételt kellett elkészíteniük. Az Ékladiak bográcsában rozmaringos marhalábszár pörkölt rotyogott, a Mácsai család ebben az évben cipóban tálalt csülkös bablevessel és csülökpörkölttel indult a megmérettetésen, a Hévíz-Györki Aranyalma Együttes magyaros lecsót főzött, míg a Galga Hévízi Nyugdíjas Egyesület kapros zöldbab főzelékkel és sült szalonnával készült. A Galga Hévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 fős csapatának többfogásos menüjében babgulyás, lecsó és káposzta szerepelt, melyhez bodagot készítettek, emellett a desszertre is gondoltak. A polgárőrség csapata pedig vörösboros kakaspörkölttel és tepertős pogácsával vendégelte meg a 2 fős zsűrit. Amíg a főzősátrak alatt készültek a főételek, a színpadon folklórgála vette kezdetét. A műsor gerincét a 30 éves II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Egyesület és a 25 éves Páva Kör köszöntése adta. A
hogyha elfelejtjük az őseinket, elfelejtjük azokat a dolgokat, amiket ők tudnak nekünk tanítani, akkor nagy baj lesz ezzel a nemzedékkel, úgyhogy oda kell figyelni, és amikor ünnepelünk, és éltetjük őket, akkor mindenkinek jusson eszébe, hogy nem csak azért vannak körülöttünk, hogy az ilyen napokon rájuk nézzünk, és egy kicsit odafigyelve megtekintsük azokat a produkciókat, amiket a színpadon nyújtanak nekünk, hanem arra is mindenféleképpen oda kell figyelni, hogy a hétköznapokban itt vannak, értünk, értek, cselekedtek, és úgy gondolom, hogy továbbra is figyelve az ő munkásságukat, nagyon sokat tanulhat nemzedékünk. Ne csalogasd a zárva szívem, aranyos kis Mariska. Csalogattam már, azt más is sej náladnál-sze. Virágszál is, te csaltad meg a zárva szívem, a sajnálom sokáig. A délután során a gála műsorban köszöntötték az ünnepelteket a szomszédos települések Iklad, Aszód, Hévízgyörg, Tura és Bak hagyományokat ápoló és átörökítő csoportjai. Estét harangoznak a toronyba, gyere rózsám ülj a ladikomba, üzletébe csendesen csónakázunk, összebújunk szorosan, hogy meg ne fázunk. Rég a csónak a lambom neki benne, jól vigyázok én az evezőre, dobolását hallod-e a szívemnek, leteszem az evezőt is megölellek. Kulturális műsorával ajándékozta meg a helyieket a Vilkovicei Népi Együttes. Köszöntötték a Nyugdíjas Egyesület páva körét a különböző helyi hagyományőrző csoportok is. A nagycsoportos óvodások, a Kisbetyár Néptánc csoport legfiatalabbjai és középső csoportja, a népzenész tanítványok, valamint a hagyományőrző együttes páva köre is készült egy-egy műsorszámmal, elsősorban az idősek üdvözlésére. Sej vaj, szép a páva, mert aranyos a tolla. Most vagyok a szeretőmmel haragba. Azt is tudom, miért van a haragja. Sejhaj, mert az anyja gazdagabbat akarna. Sejhaj, nem ittam én még a garga vizéből. Kitagadott a babám a szívéből. Ha még egyszer a szívéből kitagad, sejhaj, magos az égcsillagos túl leszakad. Sor került a főzőverseny eredményhirdetésére is, melyet a zsűri tagjai Ritelc György és Jenei Edit osztottak meg a jelenlévőkkel. Az értékelés során az ízvilág mellett a tálalást is pontozták. A főzőverseny külön díját a galgahévízi roma nemzetiségi önkormányzat. 2012-ben alakultunk, és azóta aktívan részt veszünk a falu ünnepekbe, meg hát a falu életébe. Hát az idén azért kicsit jobban rákészültünk, mint eddig, mert eddig azért meg volt mondva, hogy mit is lehet főzni. Most szabadon választott volt, tradicionális ételeket, a galgamenti ételeket lehetett főzni. Mi úgy gondoltuk, hogy a cigány kisebbségnek az ételeit fogjuk megfőzni, úgyhogy többet is főztünk, de csak 4 fajtát főztünk, úgyhogy volt babgulyás, volt káposzta, lecsó, meg akit mindenki ismeri, úgy gondolom, és minden roma, minden cigány szeret, az a bodag. Főztük a káposztát, aminek az adja meg a savaborsát, ami a többféle húsnak az ízét főzzük bele, többféle húst teszünk bele, van benne füstölt hús, disznóhús, oldalas, ami
gondolom, hogy mások lapockából, vagy nem tudom, de mi ugye oldalasra szoktuk, meg kacsahús, meg libahús. Úgyhogy ez a négy fajta hús kerül bele, ami igazán megadja neki az ízét. Meg aztán van a lecsó, amiben úgy szintén nem kolbászt rakunk, hanem füstölt húst, általában oldalast, úgyhogy, és annyira megfőzzük, hogy először ugye odarakjuk a füstölt húst, hogy ez a jó porcogója is megfől, meg hát ugye van a bodag, amit háztartásokban is sütünk a mai napig. Többféle fajtája van annak is, úgyhogy mi ide most a keltett bodagot sütöttük meg, ami nem csak sóból, lisztből, meg ugye a szódabikarbóna, meg a vízből állt, hanem ezt ebbe élesztőt raktunk bele, és úgy hívják, hogy cigánykenyér. A főzőverseny fődíját a Galgahévízi polgárőrség csapata érdemelte ki. Ez egy kakaspörköltet főztünk, egy vörösbors kakaspörköltet, galuskával, uborkasalátával és egy kis tepertes pogácsával. Ki készítette ezt az ételt? Hány fős csapat? Hát egy négy fős csapat volt, egy két fős fiú, meg két fős lánycsapat. A párom főzte, sütötte a pogácsát, a kollégámnak a felesége csinálta a galuskát, és a kollégámmal együtt csináltuk a pörköltet. A polgárőrség csapata mióta jár a Galgahévízi falu ünnepre, főzőversenyre, és milyen eredményeket értek el eddig? Hát az az igazság, hogy minden rendezvényen itt vagyunk, amióta a rendezvény van, és már kisebb-nagyobb sikerekkel, mert itt voltunk a top listán. Most már ez már azt mondom, hogy érett ez az első helyezés. A délutáni színpadi folklór műsorok viseletbemutatóval zárultak, melyen a különböző ünnepekhez kapcsolódóan a galgahévízi gyermek, lány és asszony viseleteket ismerhette meg a közönség. Este 7 órától hagyományosan ünnepi hálaadó szentmisére várták a híveket a Szent Miklós templomba, melyet idén a Sződligeten szolgáló Urbanik György a gyergyódi trói Baróti László plébánossal közösen mutatott be. A szertartáson közreműködött a csíkszeredai Ról zenekar. Aki irgalmasságot cselekedett vele, Jézus így fajtotta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igény. Egy olyan kegyelmi időszak, egy olyan lehetőség számunkra az idő is volt, amikor felkészülni nem a halálra, hanem az elmenetelre. Mi hisszük azt, hogy nem halunk meg, hanem élünk. Mert Krisztus halálával és föltámadásával átváltoztatta a mi halálunkat is föltámadással és életté. Erre a hitre felkészít az öregkor, lehetőséget ad, hogy ezt magunk kívánjuk. És felkészülünk annak a pillanatra, arra a pillanatra, amikor az Úr magához szól. Nem meghalunk, hanem hozzád él, és örökké él.
A 28. Galgahévízi falu ünnep szombatesti, valamint vasárnapi programjairól magazinműsorunk következő adásában számolunk be. Addig is a színpadi műsorokról készült teljes terjedelmű felvételeinket keresse a Régió Plus Televízió műsorán és videótárában.